Erősödött a Ferencváros labdarúgó csapata is a téli szünetben. Úgy tűnik, Ricardo Moniz nem csak szaktudását, hanem régi kapcsolatait is felhasználta, ugyanis olyan játékos is érkezett a csapathoz, akivel már korábban dolgozott együtt a vezetőedző. A tavaszi szezon kezdete előtt Ricardo Moniz 4 új játékossal erősítette meg a Fradi keretét. A 25 éves gánai belga állampolgárságú Stanley Evora részben az Ajaxnál nevelkedett, annó bemutatkozott az amszterdamiak felnőtt csapatában is, szerepelt az U18-as belga válogatottban, majd nagy vándorlásba kezdett. Az utóbbi 3 évben 5 különböző országban is megfordult. A brazil támadó, a szintén egykori Ajaxos Leonardo Vitor Santiago első edzésén még csak kocogott, családi okokból az utóbbi hónapokban csapat nélkül volt. De Salzburgban már dolgozott együtt Monizzal, és 2002-ben tagja volt az UEFA kupát nyerő Feyenoordnak. 18 évesen játszhattam egy UEFA kupa döntőben. Hatalmas élmény volt, ma is gyakran visszanézem a felvételt. 4-5 mérkőzésen is szóhoz jutottam az akkori sorozatban. Pályára léphettem a Ronaldóval felálló Internazionale ellen is. A szintén brazil posztját tekintve védő junior fel már egy ideje a zöld-fehérekkel készül. A holland Quinten Martinus szintén ott volt a törökországi edzőtáborban. A Heerenveenben kevés, a Sparta Rotterdamban már nagyobb játék lehetőséget kapott. Ricardo Moniz balszélsőként számít rá. Az edzőtáborban játszott meccseken még csak próbáltam beilleszkedni a csapatjátékba. Nehéz feladat lesz a kezdő csapatba kerülni, mert csak itt a jó játékos, te mindent megteszek majd. Ez a sportág az életem. Amíg örömet szerez a játék, az együtt jár a sikerrel is. Remélem, szép időszak elé nézünk a csapattal. Ebben reménykedik a bajnokság folytatását a 6. helyről váró Ferencváros többi játékosa is. A törökországi edzőtáborban csupa döntetlent ért el a csapat, a hétközi Liga Kupa negyed döntőn pedig Martinussal a soraiban 3-1-re nyert az ellen a Pápa ellen, amely egy hét múlva a bajnoki nyitófordulóban is összecsap majd a Fradival. Ami a kulcs lesz szerintem tavasszal, hogy a helyzet kihasználásunk, hogyha ezen tudunk változtatni, javítani, akkor sikeres tavasszal nézünk. Viccesen azt szoktuk mondani, hogy Győr mások akkor buknál a bajnokságot, ha kizárnák, de hát a célunk az, hogy mindenképpen odaérjünk a másik vagy a harmadik helyhez. Ha a helyzet kihasználásunk tudunk javítani, akkor valószínűleg oda tudunk érni. Továbbra is azt mondom, törekednünk kell a nagyobb labdabirtoklásra, mert addig is kevesebbet kell védekeznünk, amivel energiát spórolunk meg. A beleki edzőtáborban játszott meccseken etéren nem álltunk a helyzet magaslatán. Mi támadó szellemű csapat vagyunk, az az érdekünk, hogy birtokoljuk a labdát, távol tartsuk a saját 16-osunktól, ráadásul így a helyzetek kidolgozásában is megkönnyítjük a dolgunkat. A Pápa Ferencváros mérkőzést jövő héten vasárnap délután 16:30-tól élőben közvetítjük az M1-en.